A Magyarországon regisztrált motorkerékpárok száma 2001-hez képest több mint kétszeresére, közel 200 ezerre nőtt 2020-ra. Bár a hivatalos szezonindulás még odébb van, a jó idő miatt már most szívesen motorra ülnek az emberek. Hiszen sokan nem csak szabadidős vagy sportcélra használják a járműveket, hanem munkába járáshoz is. Azonban az aszfalt ilyenkor még nem ideális a motorozáshoz. Ebben az időszakban megyénkben is több a motoros baleset, már idén is volt rá példa. A motorkerékpároknál az előzés, ami egy kifejezetten veszélyes történet, hiszen a dinamikája miatt ennek a járműnek sokkal hamarabb oda fog érni egy jármű mellé, mint ahogy arra egy autóvezető esetleg számít, főleg aki nem motorozik, nem ismeri a járműveket, belenéz a tükörbe, még semmi nincs, megkezdi a balrakanyarodást, és sajnos a motoros már ott van, és megtörténik a baj. A Baleset Megelőzési Bizottság titkára azt mondta, ilyenkor még gyakorlatlanok a nem állandóan közlekedő úgynevezett időszakos motorosok. Az augusztusra stabillá váló reflexek ugyanis a téli pihenő alatt tompulnak. A közlekedés biztonsági helyzet alakulását nagymértékben befolyásolják a rutin mellett a közlekedők ismeretei, vezetéstechnikai tudása is. Magyarországon évente közel 20 ezeren tesznek forgalmi vizsgát a kétkerekű jármű kategóriában. Ennek módosításait a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Szakemberei készítették elő a szakoktatók tapasztalatainak felhasználásával, más hazai közlekedési szakértők bevonásával és külföldi példák elemzésével. Ennek megfelelően alakították át a nyíregyházi rutinpályát is. Sokkal, de sokkal több lett a bója, ezáltal több lett a kikerülési a pályán ív kanyar. Eddig a pályának az egyik végén volt megfordulásra úgymond kialakított rész, most mindkét végén a pályának, és mindkét végén kell fordulni is, lesz balra fordulás, jobbra fordulás is, ami eddig egyszer volt csak, hogy a kettes pályának a végén a kettes fordulás, most mindkét pályánál, mindkét végénél fordulással kezdjük, és dupla fordulás. Az új vizsgakövetelmények nem csak a balesetek számát fogják csökkenteni, más hozadéka is lesz a változtatásnak. Jóval nehezebb, ezáltal ami biztos vagyok benne, hogy aki úgymond előmotorozás nélkül fog érkezni, az készüljön arra, hogy jóval magasabb óraszámmal fog tudni felkészülni arra a vizsgaszintre, amit a rutinpályán a motorostól elvárnak. Az összetettebb vezetés technikai elemek mellett részletesebben oktatják a motorosok biztonságát szolgáló ruházat és védőfelszerelés kiválasztását, helyes használatát is. Az áll alatt összecsatolható motoros bukósisak mellett kötelező, a boka fölé érő erős anyagból készült cipő, a térd és könyökprotektor, valamint gerincvédő is szükséges. Március 1-től tehát szigorúban ellenőrzik a motorosok ruházatát is a vizsgákon, bár az én cipőm és a bőrkabátom megfelel a szabályoknak, kevés még ahhoz is, hogy elkezdjem a képzést.